A Magyarországi Református Egyház legfőbb törvényhozó testülete, a Zsinat február 17-én világi elnökké választotta Molnár Jánost, a Tiszántúli Református Egyház kerület főgodnokát, Berekfürdők polgármesterét. A nagykunsági református egyházmegye egyházmegyei gondnoka volt Molnár János több egyházi ciklusban, majd egyházkerületi világi főjegyzővé választották, végigjárta a ranglétrát. Évvégén a Tiszántúli Református Egyházkerület egyházkerületi főgondoka lett, két hete pedig a zsinat világi presbiteri, azaz nem lelkészi elnökévé választották. Polgármesterként és egyházi vezetőként is nagyon fontos számára a személyes kapcsolat kialakítása, a meglévők elmélyítése, tájékoztatta a Karcak Televíziót Molnár János.